A legbrutálisabb filmek, amiket valaha csináltak. Figyelem, a most következő videóban látható filmek, illetve az ezekről a művekről történő ismertetésem a gyengébb idegzettel rendelkezők számára elég felkavaró lehet, ezért mindenkit meg szeretnék kérni, hogy a videót kizárólag saját felelősségre nézze végig mindenki, illetve azt is fontosnak tartom megemlíteni, hogy a videó 100%-ig az ismeretterjesztés céljával készült, és nem reklámozza vagy ajánlja egyik videóban látható filmet sem a néző közönségének. Köszönöm szépen a megértéseteket, most pedig zsaljunk bele a videóba. Sziasztok, egyetlen szemem fényei, legendásan hatalmas szeretettel szeretnék üdvözölni minden kedves nézőt, aki erre a videóra kattintott. Ezúttal pedig úgy gondoltam, hogy visszatérek a nagyon retrópule gyökerekhez, azokhoz a szálakhoz, amelyek úgy igazán brutálisak és felkavaróak voltak, úgyhogy hiába toltam egy figyelmeztetést a videó elejére, még egyszer el szeretném ismételni, hogy a videó több ponton is felkavaró lehet, saját felelősség meg minden ilyesmi cucc. Szóval egy film készítése is úgy alapból a vizuális szórakoztatás egy olyan művészeti ág, ahol ugyanúgy szabad kezet kap az ember, de legtöbbször még az elborult kategóriákat, mint például horror, próbálják minél szalonképesebb, minél családbarátabbra megcsinálni mostanában, és talán pont ennek hatására készültek az elmúlt évtizedekben olyan filmek is, amelyek szimplán a legbrutálisabb, leggyomorforgatóbb, leghányingerkeltőbb és legkiakasztóbb dolgok, amiket vizuálisan láthatunk, és amikor azzal nyugtatnám magunkat, hogy oké, nem vágom, hogy jutott valaki eszébe ilyen elborultság, de ez csak film legalább, akkor jön majd a kiábrándító rész, amikor kiderül, hogy a legtöbb filmben az ott látható néhány dolgot ténylegesen megcsinálták. Az, hogy ilyen filmek létrejöhetnek, az lehet a rendező személyes frusztráltsága, vagy kreatív kötetlen fantáziája véget, vagy néhány esetben az adott ország depresszív társadalmi frusztrációjának leadása. Szóval bőven lesz itt szó mindenről, én pedig nem is szaporítam tovább a szót, hanem vágjunk is bele, és nézzük meg a 7 legbrutálisabb filmet, amelyet valaha elkészítettek. 7. Szodoma 120 napja. A Szaló, avagy Szodoma 120 napja egy 1975. november 22-én bemutatott olasz-francia film, amit úgy Isten igazából be se lehet kategorizálni, ami azonban biztos, hogy nagyon-nagyon bizarr. Bemutatása után ugyan interneten elérhető, de a világ valamennyi országán azonnal tiltólistára került, és jelenleg is ott van. A film háttere nem más, mint hogy egy könyv alapján íródott, amely a szerző de Sade Márki legsötétebb elrejtett fantáziáit mutatja be. Ennek az embernek érdekes sztoria van, ugyanis lélektelen pszichopataként vonult be a köztudatba, és maga a szadizmus szó és az ő nevéből ered. Ezek a sötét gondolatok nem mások, mint hogy befolyásos emberek egy palotában gyerekeket tartanak fogva, és akár szexuálisan is zaklatják őket, vagy brutális módon megkínozzák. A film a legkreatívabb elborult bizarr gondolatokkal dolgozik, amely valóban csak egy tényleg beteg ember elméjében születhetett meg. A film ugyan nagy népszerűséget szerzett, de nem a pozitív értelemben. És ami még érdekesebb, Pier Pablo Pasolinit, aki a film rendezője volt, 3 héttel a film megjelenése után meggyilkolták, viszont a gyilkosság körülményét a mai napig erős köd övezi. 6. Visitor Q. A most következő film az egyetlen japán film, amely ezen a listán szerepel, viszont tökéletesen szimbolizálja az alapból is tőlünk távol álló, itt-ott abszurd és határozottan groteszk japán kultúra sötét oldalát. Ebben a filmben minden elborult dolog van, amit egyszerűen egy ilyen háttérsztorió filmtől egy ilyen pule videóban el tudtok képzelni. A mű 2001 márciusában lett először bemutatva, és az egész film 60 ezer dollárból készült el. A filmtől nagyjából ugyanolyanokra lehet számítani, mint nemi erőszak, prostitúció, kemény drogok használata és még nekrofília is, és mindez egy családnak az életéről szól, és jól figyeltek, most jön a legjobb rész az egészben, mindezt egy vígjáték kategória besorolása alatt. Vígjáték, dráma és horror, csak hogy pontos meghatározással éljek. A film alapból egy ilyen megtalált felvétel vibe-ot követ, ami azt jelenti, hogy nem a legjobb minőséget várjuk. Mindazonáltal egy határozottan vérfagyasztó jeleneteket tartalmazó filmről beszélünk, nem lepek meg senkit, ha azt mondom, hogy ez a film is a legtöbb országban be van tiltva. 5. Caligula. Ez a Tinto Brass által rendezett 1979-es történelmi drámafilm az egyik legnépszerűbb brutális film ezen listán, amely valószínűleg annak is köszönhető, hogy számos akkoriban népszerűnek számító színész is tiszteletét tette a stábban. És attól függetlenül, hogy ennyire régen jött ki, a film még mindig a legtöbb európai országban és amerikai államban be van tiltva a hihetetlen brutális harci és az extrém szex jelenetek véget. Igazából ezt egy szimpla felnőtt filmként, igen, olyan felnőtt filmként, csak idefele nem igen lehet kimondani a P betűs szót, is fel lehetne fogni, ami nem is meglepetés, ugyanis a film elkészítésének legfőbb pénzelője a Penthouse férfi magazin volt, és ez volt az első és utolsó munkájuk különböző hivatalos filmekkel kapcsolatban. Ez így önmagában szerintem minden szó elmond mindent. 4. Rózsaszín flamingók.
A most következő brutális film nem a szószoros értelmében brutális, ugyanis például véres és belezős jelenetek jobbára nem is szerepelnek benne, egyszerűen csak az abszurditása és a nehezen feldolgozható atmoszférája miatt hátborzongató. Úgy tűnik a 70-es évek egy frusztrált évtized lehetett nemzetközileg, ugyanis ez a mű is 1972. márciusában jött ki, amelyet egy darab ember rendezett, írt és vett fel, jobbára azért, mert senki nem támogatta az elborult ötletét a filmmel kapcsolatban. Ez az ember nem más, mint John Waters volt. A film egy Babs Johnson nevű hölgyet tart a középpontban, akinek a célja, hogy megvédje azt a titulusát, hogy ő a legmocskosabb ember a Földön, mármint úgy bármilyen értelemben. A bonyodalom pedig ott kezdődik, hogy képbe jönnek olyan emberek, akik valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva el akarják venni a nőtől ezen titulusát. Így megkezdődik az effektíve verseny, ami undorítóbbnál undorítóbb dolgokat eredményez. Talán az egyik legkiakasztóbb jelenet, amikor a kutyának az ürülékét teszik meg, és mint ahogy ezt később megerősítették, a jelenet 100%-ig valóságos volt. Azt a jelenetet tényleg úgy, ahogy van, leforgatták. Mindenféle különböző kellékek nélkül. Szerintem nem kell tovább részletezni, tudjátok, hogy egészen pontosan mire gondolok. 3. Guinea Pig. Emlékeztek arra, amikor azt mondtam, hogy a Visitor Q az egyetlen japán film ezen a listán? Nos, lódítottam, bevallom. Ugyanis a Guinea Pig egy szinte japán készítésű film, amely nem is az, hogy egy film, de egy 6 részes filmsorozatnak a része. A rendező nem más, mint Hideshi Hino, aki szerepelt is a filmben. A Guinea Pig bármely része rákerülhetett volna erre a listára, ám a közvélemény szerint messze a második része legbrutálisabb, amelyet 1985. november 30-án adtak ki. A film alapjában egy igazi belezős slasher horror, amivel alapból gond sem lenne, a sztori szerint Hideshi egy szamurájnak beöltözve elrabol egy ártatlan nőt, majd különböző műtéti eszközökkel külön részekre választja, hogy saját emberi gyűjteménye új részeként szolgáljanak. Ám a csavar az egészben, hogy a film egyszerűen annyira életűen néz ki a gyilkolós jeleneteknél, hogy rengeteg ember, aki látta a filmet, köztük maga Charlie Sheen is meg volt győződve arról, hogy ez egy valódi gyilkosság és emberkínzás lehetett, és sokan jelentették az FBI-nak vagy bármilyen más nyomozó irodának, hogy a távol-keleti barátainknál lehet van egy kis gond. Az ügy viszont egyszerűen feledésbe merült, mivel nem találtak felelhető bizonyítékot a rendező ellen, ám a mai napig sokan azt hiszik, hogy Hideshi Hino valami rendkívül borzalmas dolgot követett el, azon kívül, hogy egy filmet készített. 2. Emberi százlábú 2. Lehet, hogy hallottatok már erről a filmről, lehet, hogy nem, viszont szerény ártatlan kis véleményem szerint ez a legundorítóbb film, amely valaha az emberiség történelme során elkészült, vagy legalábbis amit én láttam, mert... ja, megnéztem. Nem tudom, ezt mennyire kell szégyelni, viszont szeretném menteni magam azzal, hogy kizárólag azért néztem meg, hogy minél hitelesebb, ismertető jellegű videót tudjak csinálni róla, úgyhogy 2009. augusztus 30-án jelent meg ez a Hányinger kertő horrorfilm, amelyet Tom Six rendezett, és te Jézus úristen. Szóval egy ex-orvos van a főszerepben, akinek nagyon erős mentális problémái vannak, és amikor orvosként dolgozott, egyben őt ikreket választott szét. Álma pedig az, hogy megalakítson egy hatalmas láncot, ami emberekből van megalkotva, ezt a jelenséget ő csak úgy nevezte, hogy az emberi száz. Lábú. Turistákat kábított el, majd hihetetlen brutális módon belekezdett a műtéti műveletekbe. Mindezek mellett viszont futott egy másik szál is a film során, ahol folyamatosan választ kapunk arra, hogy hogyan is jutatott el egy ember idáig, és kisebb-nagyobb háttérinfokat csepegtett belénk a film. A végén viszont megtörténik, amire számítunk, és ez egy igazán gyomorforgató, hátborzongató dolog. De még azt is mondanám, hogy nehezen feldolgozható jelenet sorozatot eredményez, viszont szerény véleményem szerint ez a film, amely nem csak szimpla hányinger vagy borzalom, mert van mögöttes info, csak egy nagyon erős idegzet és gyomor kell ahhoz, hogy az ember úgy végignézze, hogy egy pillanatig se nézel máshova. 1. A szerb film. Nos, ez az a film, amelyről vagy egy napon keresztül beszélek, vagy semmit, azonban igyekeztem megtalálni egy arany középutat, és ezt fogjátok most hallani. Kezdjük az alapvető tényekkel. A szerb film nevű alkotás 2010. június 16-án jelent meg, és Sredan Spasojevic volt a rendezője. A film mindössze 1550 dollár bevételt hozott, viszont a lélekromboló brutalitása véget világszerte ismert lett. A film cselekménye egy ex-felnőtt film színészből áll, akit egy rejtélyes múltú rendező vissza akar vinni az iparba, ám ezt egy elég rejtélyes módon teszi, később pedig bedrogoztatja és eszméletlen elvetemű dolgokra veszi rá tudatán kívül, amikről ebben a videóban egy szót sem fog tudni beszélni, ugyanis már ha csak megemlítek néhány dolgot, ez a videó mindenhol le lenne tiltva. Viccen kívül mondom nektek, ez a legbrutálisabb film, amelyet valaha láttam, és a legjobb szóra a lélekromboló, ugyanis legtöbbőtök biztos vagyok benne, hogy nem áll készen lelkileg arra, ami ebben a filmben megtalálható. Én se voltam. Az emberi elmének olyan mély zugaiba nyerhetünk betekintést, amelyet legrosszabb rémálmaiban sem gondolnánk, és a film végén egy olyan üreget hagy bennünk, hogy akár napok keresztül azon gondolkozunk, hogy mégis mi a gyász volt ez az egész. Van ugyan cselekmény, de felejthető, ugyanis a film nem vezet sehová, csak az emberi elme legsötétebb mélységeibe. Ez az a film, amit csak azoknak az embereknek ajánlok, akik nagyon feszegetni akarják az idegeik határát. Egyébként aki teheti, az messziről kerülje el, mert pozitív benyomásai biztosan nem lesznek. Higgyetek nekem.
Drága egyetlen hölgyek, illetve urak, én nagyon-nagyon szépen köszönöm azt, hogy megnéztétek ezt a videót, hogy végigkövettétek, hogy végighallgattátok, hogy végignéztétek, minden hasonló dolog. Ha esetleg szeretnétek a közeljövőben hasonlókat látni, akkor mindenféleképpen ajánlom azt, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. És hogyha instant szeretnétek értesülni abban a pillanatban, amikor feltöltöm a videót, a feliratkozás melletti csengőt is nyomjátok meg. Tudom, klisés, de nem véletlen találták ki, és egyébként nem hülyeség. Ezen kívül pedig nem is igazán gondolom, hogy maradt volna más hátra, mint hogy még egyszer megköszönöm a figyelmeteket, legközelebbi videóban pedig újra találkozunk, addig pedig legyetek nagyon-nagyon jók, sziasztok!